Hello, hello és sziasztok! Új rész, új podcast. Itt van velem a mindig fiatal és mérhetetlen komoly arcú Ben. És nyilván mellettem itt ül a kicsit szép, de egy kicsit sovány. Szép. Mi az, egy kicsit? Hát, na hát kicsit. Nem mondhatok nagyot, mert akkor elbízod magad. De ahogy látom, kiöltöztél már. E, hát, hogy ne vihar van? Hát a Star wars fogunk beszélni. Hogy látod, nekem nem volt ennyi, én is felvettem volna a Star Wars-ból. Jó, van, neked van rajta a az úgy belefér, nem? Igen. Van, baby, oda. Mert hogy a mai téma az egyébként Star Wars. Bizonyám, még pedig. Két hete, másfél hete volt azt hiszem a Star Wars Celebration, és hát elég sok mindent megtudtunk a Disney terveiről. Valaminek örülünk, van, már láttunk is, hát meg van, aminek annyira nem örülünk. Általánosságban szerinted, hogy, 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 hogy viszonyulunk, hogy, hogy érezzük ne, magunkat? Nekem szerint. tetszett. Hú. Én egy-két dologról elfeledkezek, amiről el akarok feledkezni a többi. Ja, ez, a, ez a denial. Az a fát Aha, fát igen, fát, ami, ami még tudjuk, hogy meg sem történt a film, de már így kitörlöm az emlékezetemben. Ez az zseniális. Hát akkor kezdjünk is, belevágjunk a közepébe. Három filmet jelentettek uh -huh. be, ugye? Az első, ami egyébként én hozzáteszem a leginkább számomra a leginkább várt, az a James Mangoldnak a úgymond projektje. Igen, ami az, a top. Nekán, nem az a top. Nekem néha. nem, nem vagyom. James Mangold projektje, visszaugrunk jó sok ezer évet az időbe, és eljutunk odáig, hogy az első Jedi. És visszajutunk oda, hogy hogy Bocs, akkor de, én már összekevertem a rendezőket, látod? Hát látod? Tényleg, a Filoni gyártja. Nem, a Filoni az a Mandó Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy arról beszélt. De jó. Szóval Az első Jedi. Igen, úgy hivatkozták rá, hogy igen, az első Jedi, aki... Hát, hogy hangzik ez jól magyarul? Wild the force, az hogy mondod magyarul? Hát, aki, -e? aki az erővel igen, igen, igen használta az erőt, mondjuk azt. Igen. igen, és hát ez egyrészt érdekes volt ugye azt látni, hogy felvetítettek egy ilyen hát pictogramokkal, meg logókkal teli timeline, timeline volt az igazából, és az a volt az Old Republic, ami hát eddig nem nagyon láttuk hozzá nyúlni filmekben. De? Ugye könyvekben, meg képregényekben vannak belőle dolgok, meg játékból is, csak hát az nem nem Kánon, de azt hiszem könyvekből már most van Kánon rész is. Hát és, jaj, és akkor ez még előtte fog játszódni. Jó, 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 jó és nem ez az, egyetlen film, mert ebbe a műszakba belepottintva. Mindenki. Hát akkor megágy az, hogy tényleg egy tök jó Old Republic érának, mert ez. Ha, De szerintem jó, a gamer közösség, meg akik szerették a Kotort, azok egy, egy ember. Nem kell, mondának. hogy a Kotort filmesítsék, meg csak tényleg csak Old Republic éra legyen. Hát azért én, én nekem nagyon nagy. Ha Old Republic éra lesz, és abból kihagyják Bastiát, kihagyják Ravant, az számomra egy... <laughs> annyira jó karakterek, annyira jó a, Kotornak a törvények, annyira jó a flója, annyira hát egyszerűen hiba lenne ezt az egészet kiadni. Nyilván egyébként ez nekem legalább annyira hiba, hogy nem Timothy Zennek a könyvét filmesítették meg a 789-nek, ami számomra még mindig a leggeniálisabb trilógia, amit valahol a Star írtak egyébként. Igen. Meg az egyik leggeniálisabb karakter, de erről mindjárt beszélünk egy picit még bejebb, mert onnan is van egy pici kötődés. Uh, ettől függetlenül a First Jedi mindenki, nekem én emiatt izgatott vagyok, mert az, hogy hogy épül fel a Jedi rend, honnan indulnak, hogyan épül, hogy jönnek fel a, a tanítások, a törvények, a kódex, ja. ezek, ezek, mind, mind olyan dolgok, hogy soha az, az az első, első ellentét, jelenti. igen, igen, igen. a szakadás a kvázi vallásban. Uh. és ugye, hogy jön a homok utálat, kíváncsi, ki lesz az első Jedi, aki utálja a homokot? <laughs> Azt én nagyon szeretném látni. Hát, nem hiszem, hogy Anakin volt az első. Biztos, elvonták előtte, és ment a, mentek a Jedi Sith és ó, hát én nagyon utálom a homokat. Ja, hát benne volt, benne volt az egyik Jedi holokromba, hogy a homokot nem szeretném. Igen, azt nem lehet szeretni. Ja, de várják, akkor most tippelj meg, hogy ez a film például játszódni fog a tatooine -on. Mert a Tatooine mindenhol ott van. Tök minden, hogy mi a timeline, mi a story. A tatuin az mindenhol ott van minden Star minden Star Wars Igen. Egyébként igen, el lehet engedni, igazából. Ha van egy, Gyakorlatilag van egy, van egy bolygó, amin van homok. Igen. Szeret a stáb Tunéziában forgatni, és akkor úgy vannak vele, hogy a tatuint az valahogy bele kell szőni a sztoriba, mert egy is, jó tunéziai utazás az kell. Persze, hát hogy neki kéne. Ja. De is tovább. Dave Filoni, bandóvers. Annak is örülünk. Annak örülünk, annak örülünk. Annak örülünk igen, egyébként. igen, Vannak már ugye pretykák, láttam olyat is, aki tényként kezelte, de nem volt még tény, hogy ez lesz a Mandalorian lezárása. Igen. Pletykák voltak róla, hogy talán a sztorit úgy viszik el. De egyelőre annyit tudunk, hogy ez abban a korszakban fog játszódni, és, és hogy ahhoz a világhoz kapcsolódik majd szorosan. De azt nem mondták, hogy ha mondjuk egy negyedik évad lesz a sorozatból, akkor utána ez a film fogja lezárni. De a negyedik évvel még nem, nem. konfirmálták. Nem, nem. Tehát az olyan, hogy egyenlő pletykák vannak, hogy ez a film zárhatja le a Mandalorian-t, mint sorozatot. Na, igazából most igazából játszhatnak két kapura, mert ugye az azt tudjuk, Szerintem hogy Szerintem ne a zárja le. Ne, 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 Legyen egy több külön sztori, kapcsolódjon hozzá, de ne, ne ez mossák össze a, a Igen, so, ebben Én is így van. gondolom, hogy ne így legyen. Csak most ugye látva azt, hogy azért a Mandalorinak a nézettségeid, hát nem hozzák ugyanazt, mint az előzőek. Hát nem. Nem, messze nem. nem. Na most ha, ha, csak teljesen egy ilyen gazdasági szempontból nézzük, oké, okay, most már azt mondták, hogy zöld út, menjen, csinálják meg a filmet. Szerinted nem lesz az, hogy megfogják, és akkor oké, harmadik évad már nem olyan jó, jó nem olyan jók akkor nem csinálunk negyediket, mert lehet, hogy ez még rosszabb lesz, akkor inkább zárjuk le ezt az egészet, Á. és akkor még egyszer az embereket be tudjuk vinni a moziba. Szerintem egyrészt a negyedik még fixen lesz, mert ez a film ez nagyon odéban. Az mit, mi, mi is a dátum, Nincs még, nincs dátum semmi mi? dátum hozzá, nincs semmi fix dátum hozzá. Még most érted, ha ebbe bele is kezdenek, már most, holnap a gyártásba. É, még ez, még akkor, még akkor is évek. Is évek. Igen, ez nem szerintem addig legalább egy évad biztos, hogy lesz még a Mandalorianből. Tehát akkor kapunk még egy kis Pedro Hát hogy ne persze, de amúgy jöjjön a filmbe is. hát nyilván meg, meg mondom olyan szempontból is, hogy lássuk persze, hogy mi, mi történik hogy írják őt ki a történetből, mert hogy ugye már láttunk a Mandalorian idővonalán túlmutató sztorikat, és abban nem voltak ott egyik őjük se. De, de, de én szeretném, hogyha a sorozat kapna egy ilyen értelmesebb lezárás, és akkor a film az csak így hozzátenne valamit. De ne az legyen, hogy most lesz egy negyedik évad, meg egy film, ami lezárja az egészet. Ott is van egyébként egy ilyen pici uh, egyáltalánásnak ellentmondó, meg, meg is osztja egyébként a mandalori a, a Star Wars közösséget. Nyilván a, a Die Hard fanok közül sokan emelik fel a, a hangjukat abba, hogy hát ez egy picit az egésznek így ilyen lebutított változata a Star Wars-ba, yeah. nem, nem tetszik nekik ugye a Grogunak meg a Luke-nak a kapcsolata, meg hogy akkor hogy lesz ebből, vagy hogy Grogu ugrik ki ebből az egészből, mm. Luke volt a hülye, tehát ez a, meg hogy rosszul el, 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 Rosszul ábrázolják az egészet. Szerintem ennek egy, egy nagyon jó magyarázata van, hogy még nem tudják, <laughs> hogy, nem hogy, hogy, hogy hova viszik a Storyt, meg hogy zárják le. Tehát én erre <laughs> a nyakamat merném rátenni, hogy azért van Lukkal is olyan kapcsolat, ami megalakult úgy a sztori, mert, mert még egyszerűen nem tudják kitalálni, hogy hol legyen a vége. <laughs> um, és, Igen. És, azért, és azért az idő, idő szorítja őket? Biztos. Mert hogy egyszer odaérünk, hogy első rend, és megtörtént három film, és akkor hol volt, Grogu, meg hol volt, mondom nyilván ott valaminek történnie kell, és ugye itt van az, hogy, hogy el... Itt van az a pont, ahol nekem nagyon nagy szívfájdalmam az, hogy megszületett a 7., 8., 9. rész, mert ugye... Az nem baj, hogy megszületett, az a baj, hogy miként született. jó, ugye, kint a télen hét. Lehetett volna jó 7, 8, igen, lehetett volna 7, 8, 9. rész, csak nem az le. nem az a jó. Mert ugye a kánon alapján, meg akit, amit egyébként a közösség nagyon-nagyon szajkóz folyamatosan, mm. meg vannak ilyen nyilván fanfictionek, meg nyilván fan megbeszélések, hogy ez azért történik, meg így, mm. amúgy is ugye az első három rész az arról szólt, hogy igen, van egy Jedi rendünk, ami túlságosan körbevástja ezt a magát szamályokkal, kódexekkel, és ahogy ez is mondják a filmbe, a Jedi arrogánsá váltak. És, és a Yoda is rájá, a végére rájön arra, hogy már pedig igen, az, hogy az érzelmeket nem engedjük ugye a Jedi renden belül, mm. ez egy kvázi egy időzített bomba volt, ami egyszerűen úgyis is, úgy is, mm. úgy is, úgy is felrobbant volna. És akkor ugye ezt tanulja meg a 4-5-6-ba Luke, ugye obi vantól meg jodától, hogy a Jedi rend ezeket a hibákat követte el. És akkor ugye tökéletesen előképp készítve a, 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 a terep arra, hogy Luke újraépítse a, a Jedi rendet azok alapján, a normák alapján, ami ugyan meghagyja a klasszikus Jedi értékrendet, de mégis behúzza az egészbe az, hogy már pedig az érzelmeknek lehet -e. uh -huh. És ugye erre jött be a Maradzsédes történetszál, ami ugye luke -nak volt a felesége az egyik no, hát csak ezeket azért az óta úgymond kvázi kukázták. Igen, sajnos ezeket kukázták, pedig jók voltak. De, És... de lesz, hogy most a újraépíti. építi. Bizony lesz. De várjál még addig, mert egyébként engem még érdekel az egyébként, hogy nézed most a Mandalori harmadik évadot? Már elkezdtem. De, de még akkor nem, még nem, nem tartasz érdekel. ma a friss résznél. Nem, még nem. nem? Jó. És eddig hogy tetszik? Vagy mi az, ami mondjuk nem tetszik? Nekem benne? nincsen vele gondom egy előre még. Most azt mondom, hogy... Nincs. Nekem van. Tehát én el vagyok vele, meg szeretem, de nem, nekem én van. Nem akarok addig igazán véleményt fog megfogalmazni, még végig nem lát, végig nem néztem, és látom az egészet az elejétől a végéig. Nekem van egy olyan, és, és, ez a legfeljebb talán, hogy ezt mondták a, a, készítők is, hogy kvázi ez egy direkt döntés, meg egy tudatos döntés volt, hogy kivették a főszerepből Mandót, meg Grogut, meg azt a kettőjüket, kettő körülvevő legendás Igen. hangulatot, meg, meg atmoszférát, hogy már pedig valami különösek, és tényleg ez a baj a ha harmadik évad, de hogy ott van mind a két karakter, csak már nem annyira különlegesek, igen, mint voltak eddig. Igen, igen. két és Szekohoffnak ugye a bókatánya egy picit előtérre került. Mondom, nem akarok addig véleményt formálni, még a végére nem érek, mert lehet, hogy ennek tényleg lesz értelme. Én, én nagyon Biztos, szeretem. hogy lesz értelme, Tehát én, nem, én aláírom meg, nekem tetszik a sztori eddig, mert részig meg századik, hogy lesz értelme, csak, csak nekem ez tényleg fáj, hogy gorogú meg az így el. Egy, mint hogy általános karakterek lettek volna. Tudod, a, 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 fő a... karakterből lettek én NPC-k. Lettek, mint a Boba Fett könyvében. Eh, azért annyira nem. <laughs> Már, mint, melyik, a, Boba Már, mint Fett a Boba Fett könyvében Boba Fett maga. Ja, hát a Boba Fett könyvében és a világ leglassabb <laughs> az, igen, A üldözése ez... a kipimpelt veszpásokkal. Én nem vagyok, egy, nem vagyok egy nagy futó, de lehet, hogy lefutottam volna azokat a <laughs> ta, tatújni veszpákon. <laughs> Na, de mindegy van egy harmadik filmünk. Így van. És akkor a már Jedi rend Így van. Lesz, és mert lesz, aki újjáéleszti. leszti, Úgy hívják, hogy Skywalker. De milyen Skywalker? Ray Skywalker. Jaj, de jó. Édes Istenem. Nagyon-nagyon. <laughs> Fú. Nagyon. Ugye Ray -Sky Skywalker bejelentették 15 évvel, uh -huh. megyünk a 9. rész után. Charmaine Obeyed Csinoj, úgy kell kejteni, vagy Na, nem, szóval tudom. nem tudom. Ő, ő rendezi majd ezt is, és igen, azt is megerősítették, hogy Daisy Ridley visszakerül Ray Nekem azon nincs bajom egyébként. Nekem tehát, a nem volt bajom. Nekem a karakterrel. A karakterrel, igen, meg ahogy megírták, és még írhatnak ebből egy jót, csak azért láttunk már ebből három filmnyi rosszat. Igen. Tehát félreértés ne essék, nem magát a karaktert utálja, se, a, se én, se szerintem Sziki, hanem Egyszerűen az, hogy van egy Ray Skywalkerünk, aki, mint kiderült, egyébként palpatinnak a unokája. Ami, Spoiler, meg nem. Ha eddig nem láttátok a akkor már most 9. részét, Amúgy akkor már ezután meg sem érzé nem érzé nem érzé Mert igazából maga a film se jó, meg ez a csattanó se egy túlságosan intelligens. Nem. Mindig pont erről beszélgettünk egy haverrel, hogy hm, ha palpatinnak az unokája és nagyjából 20 éves forma a csaj, akkor mikor kellett Palpatinnak csinálni a, házasságot, hogy ő megszülethessen? Hát amíg annak, a homokkal szenvedett, Igen. addig úgy volt, hogy tudod, láttad a klónutámadás írja, hogy hát két bolond elment a Nabura pihenni, hát addig elmegyek meg is csajozni, a koruszántom, hogy valami legyen már. Igen, bemegyek egy Mi, mi hogy ne? nem, nem. Nincs vett, egy izét, vett egy izét, vagy egy halálpálcát, amit úgy árulnak ott a bárokban, <laughs> és csapott egy görbe estét az öreg izé uralkodó És mindenkinek azt mondta, hogy meg akarod nézni a fénykardomat. <laughs> igen, <gül> <gül> igen. Na mindegy. Szóval nincs bajunk, nincs magával a karakter, Daziridibel baj, hanem maga a karakter. Egyszerűen ne, nem, jaj, nem jaj. ment végig. Nekem mindig is az lesz a legnagyobb gondom vele, hogy nem ment végig a Heroes Tehát és, és én ezt százszor el fogom mondani, hogy ha ilyen fajta filmek vannak, most ez legyen szó Marvelről, DC-ről, Star Wars-ról, a Star Trekről, teljesen mindegy egyébként. Én nekem szükségem van arra, hogy ne csak oda tegyenek nekem egy karaktert, főleg az, hogyha az a karakter köré épül gyakorlatilag, a uh film, -huh. hanem értsem azt meg, hogy az a karakter miért teszi azt, amit tesz, meg hogy csinálja azt, amit csinál. És akkor így van egy Ray Skywalkerünk, aki egy utolsó áh, háta mögött, világ háta mögötti bolygón kapírgál a szemétbe, és onnan próbál kiszedni darabokat, hogy abból legyen. De egy nap találkozik egy afroamerikai rohamasztogossal. És gondold el, hogy ez, 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 a plot ez így megszületett volna a fejedbe, és így bemész a Disneyhez, hogy gyerekek, itt egy új trilógia, mondom, mi van. <gül> <gül> és te, volna, elmondtam volna neki, Disney rám néz. Mert ez jó, ez <laughs> van, de tehát így nem egy jó karakter nincs, nem, egy semmi nem, nincs felépítve körülött, nincs, és csak úgy... Igen, tehát így... És akkor, hogy oda elkapják, oda ő egy, megtalálja a fénykardot, egyből tud vele fénykardozni, akkor be elviszik börtönbe, gyakorlatilag 15 perc gondolkodás után... Hmm én tudom az emberek elméjét hajlítani. Igen. Hmm, Gyakorlatilag mát, hogy igen, tanulás nélkül megtanulja a... használni az. És értem, hogy magyarázzák az, hogy jaj, mert bennél benne a teljes Jedi generáció 8000 évre visszamenőleg, de hogy hát ez hát, így ilyen... tindulok, akkor hogy a te benne a Jedi? Ez, gyere. ez annyira amatőr, még hogyha ezt is tekintjük magyaráznak, hogy ez annyira amatőr egy ilyen mondva csinált valami, hogy... Nagyon nem jó. Én, én is... É, csak azt, hogy így, szerintem ők is leszlek, hogy ú, ez nem lesz jó. <laughs> Valamit találjunk ki. Ú, mondjuk azt, hogy az összes Jedi egybe. jó van. <laughs> azt ez lett. Igen, tehát így. És ugye nyilván nekem még a másik nagy szép fájdalom, én nekem nincsen bajom edem Driverrel, de maga a szerep is rossz volt, amit kapott, meg nem is játszott. Na hát abból még talán ki lehetne hozni valamit. Meg egyébként ugye ebből is beindultak már a találgatások, mert hogy ugye, ha visszaemlékszel az első, talán kettő-három előzetesre is, még a hetedik rész kapcsán, abból ugye nem derült ki, hogy Ray lesz az új Skywalker. <laughs> hanem, akkor, hanem akkor nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy Finn. De hogy Hogy ugye Finn lesz, a, aki, aki fénykardot forgat, mert úgy voltak összevágva pont a jelenetek. És őként én nagyon adtam volna, hogyha inkább Finnből lesz. Ja, nyilván. Nyilván nem, nyilván, nem, abban a filmből, akit, meg is, akit, megismertünk most, mert hogy az ős volt egy túlerős karakter. Igen, neki volt motivációja. De igen. hogy, abból lehetett volna azért egy izgalmasabbat kihozni. Meg egyébként az első filmben neki ott volt egy pontja, a, pontja a rohamosztagos karrierjének gyakorlatilag, amikor így ugye meghalt mellette az ember, és akkor abból lehetne egy motiváció. Ja, ja ingen, igen. fel lehetne építeni dolgokat. de így ré. Ray... <hýz> itt van, nálam egy térkép. Hát neki okay, nem, neki tudod, okay, mi okay, volt kis, megint. Kis, kis, robot mehetünk. <laughs> nem, neki tudod, mi volt megint a motiváció. Hát nem szerette a homokot, el akart, el, el onnan menni. Az Jedi lett. <laughs> Jó, tényleg, nem szereti. Ja, ez, ez, a, ez a Jedi rendnek a ilyen belépő üzsége. Szereted a homokot? Nem. Akkor jöhetsz. Akkor jöhetsz, persze. Fel vagy. <gül> <gül> Igen, és ugye Pont az a lényeg, hogy ezzel kapcsolatban, ugye Ketlin Kennedy is nem régen nyilatkozott, és egy picit elkezdett megfelelni a. Hát letudta a kötelezőköröket. Igen. Amit már bocsánat, egyébként hallunk már a Marvel részéről is, csak tapasztalni nem tapasztaljuk még. Igen. És, és ő is mondott egyébként pár dolgot, hogy lehet, hogy. valami. elmondta ugyanazt, hogy mennyiség helyett minőség, meg nem fogják fölöslegesen trilógiává bővíteni meg majd a nézői igények alapján, meg jaj, de jó lesz, jaj, de szép lesz minden, az a baj, hogy ezt halljuk a Marvelnél is, aztán ugye The Marvels előzetest kaptunk pár napja, ami mindennek tűnik, csak annak nem, hogy a mennyiség helyett a minőségre mentek volna. Hát ha meg már Marvelsz, akkor az is kiderült, hogy Taika waititi is van egy kis ö, kapcsolódása. Right, mert de várj, bocsánat, ne feledd csak egy gondolat elejük még Rayhez, meg a, a filmjéhez az is járja már a, Reddit a Jedis köreit, hogy ugye 15 éve játszoljuk majd a 9. rész után, ami Jöne. nagyjából, várjál, ami nagyjából a mandóhoz képest egy olyan 40 év körülbelül, ugye nem tudunk teljesen fix dátumokat, de nagyjából 40 év. Grogu most 52-53 a harmadik évadban, és Joda a lore szerint 100 évesen, már mester volt. Igen. Tehát mi oda kerülünk, hogy Rének jön az új filmje, Grogu lesz 90, magyarul elvégül elvégül a szerint, igen, Jedi. 90 éves korában ő már bőven ott lehet, hogy ha nem is mester, de hogy egy kommunikálni bármire képes, nem egy csecsemő uh, Jedi lesz, és hogy talán feltűnik-e például az új Jedi rend megalkotásában, bár akkor ugye megint feljön a kérdés, hogy mit csinált a kettő, mit csinált a Mandalorian, <laughs> meg az új, meg az új réjes film között. Elment a dagobára. Elment a dagobára, <laughs> mandóval. Igen. <laughs> Megkeresték jó Egyébként érdekes búgója. mondom, mert a lór szerint Joda már ebben vagy abba a korban, mire odaérünk, hogy grogó annyi az lesz. Működhet, Addigra igen. már ő teljesen hát, sőt, volt. A lore alapján Joda száz évesen már Exar Kunnal harcolt. Igen, 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 azért mondom, hogy mire oda jutunk, ki tudja, mi az a grogóból. Benne van, benne van egyébként. Ja, meglátjuk. De mindegy, tovább lépve, mint ahogy mondtam is, Tajka vagy is van egy kis. Mert kis azért, kis azért volt ez furcsa, a... egyébként ez a három film, hogy hallottunk mi már új Star Wars filmekről az utóbbi években, csak nem ezekről. Igen. És ugye ez egyik lehet a Tajka, akinek elméletek szabad keze van, ő írja, és ő is fogja rendezni. Én azt volna. nagyon adom, én imádom azt a csávót, színészként is, meg rendezőként. Nekem is. nincsen bajom a csávóval, de nekem hatalmas az gond a Thor Love and Thunder után. E... A Thor Love and Thunder borzalmas. Jó, de a Torlavent Thunderből például én úgy gondolnék, hogy na, ott pont nem kapta meg ezt. Ott azt mondják, hogy nézd, itt van egy forgatókönyv, nagyjából írogassál bele, egy-két dolgot változhatsz, de amúgy semmit. Jó, aláírom, a Ragnarök szerintem az egyik legjobb torfilm, no. sőt, ha nem a legjobb. Szerintem Úr... nem, a Levent Anderben pont nem volt meg ez, hogy, hogy beleimult a Star Wars-ba, és én meg nagyon várom pont, hogy a Star wars azt mondták, hogy a ja, persze, itt van a jog, csinálj, mit akarsz. Ha mehet, ha ez így lesz, én fogok én van, három, nagyon, én 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 nagyon, nagyon, Bőven én fogok És egyébként. szerepeljen ebben is. Ő ugye szokott a saját filmben szerepelni erőszeretettel. Szerepeljen ebben is. De valami, tehát hogy ne az, hogy egy legyen sisak mögött, hanem hogy tényleg lássuk az arcát, vagy mit tudom. Tehát én nagyon érem hogy csávot, színészként is, meg, meg rendezőként is. Jó, akár, akár, lehet jó belőle. Mi az, amit egyébként még szívesen látnál egy képernyőn? Hát old, már Old, old Republic. Old, de nem, ha már ne, jó, azról jó, arról már beszéltünk. Azon <laughs> Lenne -e más, amikor hát, mi -e? Nem tudom. Old Republic. Nem, tehát amúgy, én, én elszakadnék már nagyon ettől a Skywalker érától, egy az egybe. Még ez a Mando ok is, mert nagyon szeretem, de meg talán nem is kapcsolódik annyira szorosan ahhoz, hogy mi van a Skywalkerekkel, meg a Jedi, Jedi, rendel. De amúgy nagyon-nagyon elmennék már ettől a, az idősávtól. Tehát én... ezt, felejtsük már, ezt zárjuk le, ne legyen még egy bolygó puszító, bolygó, vagy űrállomás, vagy akármi, ne legyen még egy izé szellőző, amit be bele kell lőni, meg ne legyen már még egyszer egy nap Ne legyen már még egyszer egy krónoszható főellenség, meg nem, zárjuk már le, valami legyen, és akkor van annyi történet a Star Wars világában, amire ezzel ez, ez hozzá Há... És eszembe jutott egy, nekem tudod, mi jutott eszembe? Volt egy olyan képregény sorozat, nem volt egy ilyen nagyon hosszú sorozat, meg nem emlékszem a címére, vagy Old Republic, vagy még bőven előtte, de szerintem bőven előtte volt, az nem Old Republic volt, hanem még az első ilyen Jedi háborúk után, azt hiszem, rövidesen, és arról szólt igazából a képregény sorozat, hogy egy testvérpár uh, hiperűrút hiper, út, úristen, hiper űr, út felfedezők voltak, igen. és úgy bukkantak rá az ősi koribanra, ahova az első sötét Jediket száműzték. Az Igen. megvan ez a story. Na én azt, azt például nagyon élném. Az érdekes lehetne egy ő. Azt nagyon élném. Tehát, abba, hogy, abba nem hogy olyan, ami Star Wars, ugyanúgy Jedik, szitek, fénykad fénykard, minden csak ne ezt a Skywalker, hagyjuk már békén. <laughs> Pedig Tök jók a Skywalkerek, most már menjenek nyugdíjba, üljenek le, sakkozzanak, malmozzanak, ez csubakkával csubakával szával. egy picit még becsatlakozik ebbe, mert kiderült, hogy én egy Ászokatánon sorozat. Ami hmm. ugye ami, jó, hát, vannak benne részek, mert ugye azt mondják, hogy nagyon sokat fognak meríteni ugye a rebaszba, és akkor ugye hát itt láttuk, a G -G. ugye a hátulról Igen. a fejét uh, admirális is benne lesz, akit majd ugye Lars Mikkel fog alakítani, uh -huh. ha minden igaz. Ami az egyik oldalról jó, mert belekerült Timothy Zennek az ikonikus főgonosz. Meg nem rossz egyébként a szereplő gárda. Ez igaz. És ha minden igaz, és most ebbe lehet, hogy te fogsz kijavítani, ha hát mert ezt csak olvastam, hogy ugye van még egy másik ilyen uh, sötét Jedinek kinéző őszhajú csávó ugye, a trélerbe. Igen, igen. És ő elméletük ugye Jorusz vagy Jorusz Baosz lesz. És ugye Baosz ugyanúgy uh, Timothy a gonosz a gyakorlatilag a 789-ből, hmm. és ugye Gbaosz, ő egy klónozott Jedi, akit igen, megrontott a császár. A, hát a könyvekben. könyvekben a könyvekben, igen. igen. Megbontosítom, hogy ezt a rebels hogy találtak fogalmam nincs. Én sem vágom, mert én nem, én nem néztem a Rebels-t. Én is vagyok nagy Rebels van. Én nézegetem, mert kiszáll vagyok nagyjából sztorival, de én részletekre például már nem. De Szerintem ezt, figyel... ez, ez például olyan, hogy ezt lehet, hogy kiadhatják. Tehát, hogy megtalálják a karaktert, név, mit tudom, de hogy nem ez lesz a lór mögötte. Érdekes, mert ugye a 789 meg ő egy ilyen teljesen... ővel akarják ugye átverni Luke skywalker mert ugye a 789 arról szól, hogy Luke teljesen nincsen, legalábbis a Timothy Zen könyvekben, hogy Luke nincsen a ereje. Nem az ereje teljében van, de ugye folyamatosan kételkedik magába, hogy ő majd fel tudja... Hát, a... Hozzá kell tenni, hogy az sokkal hogy mondjam, sokkal közelebb játszódik ugye a Jedi visszatérhez, tehát hogy ott Nem, még annyira nincs előre haladott a állapotban, mint Jedi mester. Gyakorlatilag véget ér a Jedi visszatér, igen, és következik a, a 7 8 hét Két, két nap szab és akkor megint rádebbentek, hogy ha valaki megint halálcsillagot építjen hát <suk> ugye, és ugye ez a, ez, a, ez a rossz benne, mert ugye a Timothy Zen könyvekben nincs halálcsillagépítés, tehát ott, van egy mert Van, Érzik ilyen a hogy nincs benne a <laughs> Jó, hát vannak benne nagyon nagy, de ott, itt inkább nem de egy. De azt, azt tudod a... hogy izé, ha, izé, a kotort, akkor az is megkapná ezt a, ezt a hogy nem már megint jön egy bolygó puszító valami. Tényleg, tényleg, oké. Okay. Jó, de az más picit. <laughs> tehát ott megint az lenne a baj, hogy megint ugyanazt csinálják, mint 50 éve. Jó, oké, okay. igen, ezt, ezt aláírom, így van. De ettől függetlenül, tehát ugye tudjuk a -e 789-ben, hogy Luke nem biztos magába, és akkor megpróbálja keresni azt, hogy 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 kéne neki felépíteni a Jedi rendet, és akkor ugye ezt kihasználja a Baosz, aki ugye be akarja folyásolni Lúkot, és akkor mint, úgy tesz, mintha mester lenne, és megpróbálja tanítani Lúkot. Be akarja folyásolni? gyakorlatilag igen. Aki így használja ezt a szókapcsolatot, hogy be akarja folyásolni, az vendégem egy üdítőre. Ha elmúlt a 18 esek akkor pedig egy mókás üdítőre. <coughs> Na mindegy. És egy ilyen nagyon-nagyon twisted, nagyon-nagyon nyakatekert, nagyon romlott embert, ember, ember, uh, bahusz karaktere. És ugye az egy tök jó story hogy hogy tud ebből kiszabadulni Rúg. Szerintem nem fog eddig elmenni? Mert az a az, az 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 szakában látott karakter nem fog eddig elmenni, nem, ezt hallani fogják. Hát meg ugye. De akkor, akkor, akkor megint ott vagyunk, érted? Akkor megint ott vagyunk, hogy, hogy megtörtént a 7-8, és akkor na mi lett? Igen. Tehát ezt már nem fogják meglépni. De mit vársz tőled az aszokától egyébként, és magától a sorozat? Hát szintén. Nekem ez lesz az első sorozat, amire annyira nagyon nem vagyok rá hype Én sokkal jobban rá voltam a Boba Fettre meg a az obi -Wanra. De nem azért, mert hogy bármi ellenszemben lenne, csak hogy így, ez most így talán így tudatosan vagy, vagy valamilyen szinten tervezetten azt mondom, hogy így nem nagyon fogok róla nézegetni dolgokat, meg olvasni, mit tudom, csak ő meglepjem meg. De tényleg, tehát, hogy nem fog utáni, hogy jaj, hogy alakult eddig a lore, ki, ki lehetne, aztán mégse az lesz belőle, hanem egy 23. verzió. Én az most úgy vagyok, hogy bármit elém raknak, azt ugye elfogadom. Hát, ugye nekünk van egy folyamatos vitánk, szikrát nekem, ugye. Én nagyon szeretem az, a Clone Wars animációs sorozatot. Én azt végig toltam, Sziki meg azt mondta, hogy hülye vagyok. Egy picit. De... Hát más szavakkal nem voltam ennyire finom. De ettől függetlenül én nagyon szerettem az animációs sorozatba a a, a karakterét. Tök jó, én, 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 én szerettem azokat a beszélgetéseket, amikor Anakin el Beszélgetéseken? Hát jó, azok... Milyen beszélgetés az, hogy egy tíz éves kis csitri gyerek, már bocsánat, odamegy, és akkor ugye a háború közepén elkezd nyivákolni a, a Jedi mesterének? Oké, okay, nyilván de az nem azok, beszélgetés. Azok egy, mennyi... azok egy olyan idők Ső... voltak, amik meg ilyen szerintem illet annak a karaktere mellé, akit illet. abban... együtt utálhatták a homokat. Körülbelül annyi, annyi értelme <laughs> van. <volt. gül> Na mindegy. És ugye nekem... Ez a, a karakterfejlődésre egyébként azt aláírom, meg nekem tetszett, hogy hova futott ki De hogy honnan indult, gyerekek, az az legalja mindennek. Ez szerintem, ez... Éleménykérdés. Az egy... Én én nem a karakter. A karakter. Na tényleg, én ne haragudjon ha senkire, hogy egy tíz éves agyatlan kisgyerek <laughs> volt. Nyilván, de hát ez már az arrogancia, ami a Jedi rendben van. Egy Na mindegy, ettől függetlenül, ugye a a karaktere, ugye láttuk már ugye a, a Book of Boba mert ugye a... De, ja, hát Mandalorianben is. Volt persze. ugye luke a... Igen. Javinon, igen. Igen. És Hát azért messze, messze, nem ugyanaz a karakter. Ja, persze, azon, ami, ahova a Clone Wars végén ért, az tök oké. Tehát, csak nekem onnan kellett volna kezdeni. hogy hát, <laughs> az, az, hogy mi volt előtte, hogy miének voltak az emústini évek, annak mellett, az úgy annyira nem tudott megmozgatni. <laughs> Már pedig az első, nem tudom, 5-6 év az arról szól. Egyébként igen. Csak nekem, tehát mondom, nekem annyira kellett bele az a, az a, humor, ami, ami belekerült az ő beszélgetésükbe, amitől nem vált olyan komolyan nekem az az animációs sorozat, mint amely lehetett volna. És nyilván ez szerintem teljesen más véleményen vagyunk erről, de ez egyébként nincsen ezzel semmi baj. Én nekem a Bukovova Fedből is hiányzott egyébként a asszokának ez a snap visszaszólása, a, a picit ironikus, picit szarkasztikus. Túl van ő már azon. Lehet, hogy a Bukovova Boba Fettből Boba Fett hiányzott. <síns> ja, igen, a buka <síns> inkább ő hiányzott belőle, <síns> ezt találom. De ettől függetlenül, tehát ne, nekem nem kell egydimenziósnak lennie egy karakternek, hogy már pedig én Jedi vagyok, és akkor így, akkor így csőlátás. Szerintem más gyerek... szaka nem lesz, szerintem ebben a sorodó például pont nem lesz. Tehát hogy pont én, olyan... fogok a legjobban örülni. Ő, hogy pont, fel, a, a, pont, az a Jedi lesz, hogy nem fogja tartani magát még a legkisebb ír, íratlan írásos szabályokhoz sem. Benne van, hát nyilván szerintem úgy, is, nem. úgy is maradt abba egyébként a sorodat, hogy azért azok azért ott tette magát. Hát, bocsánat, egyébként amire nagyon kíváncsi leszek, Ezra karaktere. Hát, ha van, akit jobban tudok gyűlölni, mint a fiatal akkor az ezra. De miért? Üh, hát, hogy mondjam ezt finoman. Mind a kettő egy Disney karakter, és akkor szerintem ez így leírt mindent. Tehát, az, hogy mind a kettő tényleg egy ilyen idétlen, kis vigyorgó, kis tíz éves gyerek, bocsánat, fú, nem. nem tehát, ami, ami még azokat elfogadom, ezra az teljes, nekem teljesen fölösleges. Öcsémmel vilatkoztunk már erről hello jó pár órát, aki szerint, hú, mert mekkora karakterfejlődés, meg de jól belírták a sztoriba, amit aláírok, de hogyha nem írják bele, hanem teljes egészében kihagyják, akkor se történik semmi. Semmivel nem kevesebb a sztori, meg a világ, egy teljesen nulla, teljesen fölösleges, idétlen, agyatlan egy karakter. Ha valakit, ne, akkor őt nagyon nem várgosodott, azt szerintem azt az nagyon király lesz, de hogy ez a karakter, még egy utolsó széljegyzet egyébként, még pont visszatérve Kathleen Kennedyhez, hogy megkérdezték tőle, hogy mi a helyzet mondjuk egy obi második évaddal, és akkor így erre mondta hogy a Kathleen Kennedy, hogy egyelőre nem tervezik, de nem is zárják ki. Hmm, nem volt ja, az, neki... az, van Attól függ, hogy mi, lesz attól függ teremtőnk teremtőnk hogy mi lesz mellette. El Elengedhetnék már, tehát mondom, nekem ez kezdi sok lenni minden. Engedjük ezt a kort, zárjuk le, nyilván ezer felületet még így is bővíteni. obi van 2, 3, 69 év is. Csak minek. <coughs> Jöhetnek új sorozatok, új korszakokból, tök új szereplőkkel. Jöjjön az. Ettől függetlenül szerintem lezárhatjuk ezzel ezt a beszélgetést, hogy jöjjön akármennyi Star Wars, ha jó lesz, el fogunk menni, moziba meg fogjuk nézni. Jó film, jó sorozat lesz. De el, én akkor is nézni. Nem, de én akkor is el fogok menni ha rossz lesz. Én nem. Már <laughs> én, el nem, nem. én mindegyiket megnéztem. Én, nem. én akkor is el fogok menni, ha rossz lesz. Max nagyon nem fogom bírni. És bocsánat, csak még egy gondolat itt tényleg a legvégén is a lezáráshoz. Kapjon. Tudom, hogy egy picit ellent mondok magamnak, mert nagyjából abba a korszakba beleélik. Kapjon élő szereplős. Ha nem is sorozatot, de szerepet kell kezdtisz. Ú, uh, mondjuk igen, azt, azt adnám. Ha már új hát Star Wars, ő, mert ő, egyébként másfél hét múlva jön ő a Cánon. Survivor, hát igen. a Kánon, főleg ugye, ami a Nine Sisters, meg ezeket is igen. a történetbe, Szóval, Úgyhogy őt szeretném. Még mindig van ebben a galaxisban akármilyen messzi-messzi van lehetőség. Meg homok. Meg homok, homok is van benne jó adag. Bár azért mondhatjuk azt, hogy az utóbbi tíz évnek a Star Wars termése az közepes volt a leg, hát Hát ami, ami, ami is. mozifilm az felejtős, Nem. ami sorozat az szerintem eddig az legyen a legnagyobb bajunk, hogy valami picit olyan lapos volt, mint az obi -Wan. Így van. Úgyhogy várjuk, tűkön örülünk. Így van. jó. Április Oliven. 28, Jedi Survivor, utána pedig röpke 3-4 év és új filmek. Így van. Ha tetszett, amit láttatok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok meg a kis csengőt, hogy nem maradjatok le a többi dolgokról, és találkozunk egy hét múlva. Egy hét múlva. Sziasztok! Ez nem a te csatornád. Teleg? Igen. Azt mondom, hogy csatornámra. a, a csatornámra. <laughs>